úgy gondoljuk, hogy ez a mikrovállalkozásoknak legfeljebb 10 főt foglalkoztató, legfeljebb 2 millió euró árbevétel rendelkező mikrovállalkozások számára, akik korábban egyetemes szolgáltatásra voltak jogosultak, komoly segítséget jelent. A kormány a rezsicsökkentés politikáját fenntartja. Nagyon sokat tettünk, és nagyon sokat fizetünk azért, hogy a lakossági fogyasztás az átlagfogyasztásig továbbra is változatlan áron történjen. Ez közel 1500 milliárd forint az idei évben. Ugyanakkor azt is fontosnak tartjuk, hogy ahol és amilyen mértékben tudunk, a gazdaságnak se kelljen elviselhetetlen terheket fizetni, és nyilván a gazdaságnak az a része, ami leginkább függ az energiaköltségektől, azok a kisvállalkozások,